tisztánlátás véget olyan esetekről beszélünk legtöbbnyire, amikor is a károsult mert sokszor többet fizetett vissza, mint amennyivel eredetileg tartozott, vagy mint amennyit felvett. Ezt követően ingatlanját elvesztette, élete végéig adós rabszolgának számít, és a leendő fizetéseiből pedig letilthatnak bizonyos összegeket, akár a harmadát, akár a felét. Tehát látható, hogy élete végéig nem szabadulhat a károsult, hogyha nem segítenek neki. Gyakorlat emellett a pénzintézetek részéről, hogy követeléseiket eladják olyan behajtó cégeknek, amelyek a bírósági végrehajtási eljáráson kívül annak esetleges garanciái nélkül értékesítik az ingatlanokat, ami szintén elfogadhatatlan jelen pillanatban is Magyarországon. És végül a legfontosabb az lenne, ami felé az előterjesztésünk mutat, hogy a bajba jutott hiteles, ingyenes jogi segítséget is kaphasson, hiszen a nagy pénzintézetek és végrehajtó irodák cégek tevékenységével szemben egyedül így tudnak tárgyaló potenciált vagy erőt felmutatni. Jelen pillanatban is óriási problémát jelent az, hogy a kisember általában azt sem tudja, hogy hová kell fordulnia a bajával, a problémájával. A Jobbik ezen szeretne segíteni, azáltal, hogy az ingyenes jogi segítség lehetőségét is meglebegteti és hosszú távon elérhetővé teszi bárki számára. Az előterjesztés másik fele pedig teljesen egyértelmű, az életen áttartó adós rabszolgassággal szemben szeretnénk fellépni, amellett, hogy folyamatosan tiltakozásunknak adtunk hangot ezzel szemben az utóbbi időben is. Kérem, hogy ne tegyenek úgy, mintha ez a probléma nem létezne, és még egyszer mondom, ne kezdjenek el téli szünetet úgy, hogy Magyarországon bárkivel meg lehessen csinálni azt, ami előttünk szerepel, adós rabszolgaságban lehessen tartani, el lehessen venni tőle az ingatlanját, aztán ki tudja, milyen cégek fogják ezt a piacra dobni, vagy ingatlan kezelőkben összegyűjteni. Végül pedig a nemzeti vagyon olyan végleges elvesztéséhez járulnának hozzá azzal, hogyha nem figyelnének előterjesztésünkre, ami megbocsáthatatlan bűn, és aminek a következményei minden magyar emberre vissza fognak ütni. Köszönöm a figyelmet!